Mindig Újpest, örök Újpest! Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Még a fölforog, ugyanúgy lesz! Nagyon szeretném, hogy a sportszerű viselkedést a pályán úgy a játékvezetőkkel szemben, mint a játékvezetőkkel szemben, mint az ellenfélkel szemben. Ebán! Egy Újpest-Fradin mindegy, hogy hány évesen lép pályára az ember, az elhivatottság és a szenvedély változatlan. Tőztesek leszünk, nagyon Újpest, hajrá, világ, megy az Újpest! Még akkor is, ha az öreg fiúk játszanak. Mindjárt megmutatjuk a gólokat is, de előbb kukkantsunk be egy kicsit a vendéglátó lilák öltözőjébe. Megnéztem az összeállításokat, vagy az Összefradi összeállítását is. Bombáros csapattal vannak, úgyhogy Kámit egy kicsit befogtam, hogy egy kicsit masszírozza meg itt a hátsómat. Sebők Vilmosra rá is fért a bemelegítés, hiszen az eddigi 10 fordulóból egyszer sem játszott. A hétfő esti meccsek ugyanis egybeesnek Kálcsó című műsorunkkal, ahol Vilmos állandó vendég. Annyira nem jó, hogy itt van, de hát... Nem jó. Nem jó, hogy itt van. Ritkán szokott jönni. Nagyon csajtam a nyomás most, az igazság. Nyomás. Ha most nem nyerünk, nem is tudom, hogy lesz. Hát ugye, az életben tovább, jönnöm. Az életben tovább, te nem jössz többet. Az életben tovább, neked nem tudom. A fradisták szemben az újpestiekkel viszont komolyabb arccal készültek a találkozóra. Talán nem feltétlenül ezért, de hamar meg is lett az eredménye. Szűcs László faltja után Nyilaselek lőtte be a büntetőt már az 5. percben. Az Újpest hamar válaszolhatott volna, Szanyó Károly ívelt a 16-oson belülre, a Kálcsó című műsorból igazolt hiányzását töltő Sebők pedig fejelhetett. Aztán Szekeres centerezett középre, az Újpesten is megforduló Vukovics pedig köszönte szépen. A játékosok és a nézők is olykor hevesen reagáltak a játékvezető egyes ítélete után. Hát a játékvezetőnek nehéz dolga van, hiszen ugye már kicsit idősebb korú játékosok ugye máshogy vesznek föl dolgokat, érzékenyebben érintik. Hát nehéz kézbe tartani egy ilyen mérkőzést, ő is hibázott, meg mi is. A fradisták folyamatosan reklamáltak, nem is értettem, még 2-0-nál is. Végig kiabálták minden bírói ítéletet, végig kommentálták. Nem tudom, miért voltak ilyen feszültek. Erre Mészői Géza is felhívta Lipcsei Péter figyelmét a pályán, amire a Fradi egykori csapatkapitánya amolyan Lipcsei sem válaszolt. Nem, hát a Géza igazából csak annyit mondott, hogy mi minden faltnál reklamálunk, hogy azt mondtam, hogy jól fejezzük be, hát most már ez már futballról szóljon az egész. Tehát amit te is mondtál az előbb, hogy azért voltak reklamálások itt ott mind a két oldalt, ezt egy pici pár szóval lesz lerendezünk egymás közt, és utána szent a béket áll. Lehet, hogy fönn a büfében megiszom most is. A sör azért Herceg Miklósnak is járt, aki végül beállította a végeredményt, vagyis a 2-1-es Fradi sikert. Sőt, Kovács Zoltán szerint még többről is lehet szó, mint a frissítő árpa maláta lé. Nagyon szívesen meghívjuk Lipcsei Petieket egy sörrel, de akár egy vacsora is belefér természetesen. Ez itt régen sem volt semmiféle ilyen jellegű ellenségeskedés, attól függetlenül, hogy a tét óriási volt. Ma meg már azért elég, ma egy picit már komolytalan lenne, hogyha nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanánk ennek. Nem kell zrikálni semmivel, szerintem hozzá vannak ők már ehhez szokva, hogy itt is nyerünk meg otthon is, úgyhogy nem lesz semmi zrika. Legalábbis a visszavágó kezdősípszava után már nem annyira valószínű.